Csak arra az egyszerű kérdésre keresem a választ, ha ennyire jól pörög a kormányzati rulett, akkor hogy lehet az, hogy január 1-ével az emberek mintegy 80%-ának a nettó fizetése csökkenhetett? Tehát erre volt egyáltalán jogi lehetőség. Hogy 2002-ben önök mekkora élharcosok voltak, nem akarom taglalni, kicsit megszépíti az emlékezet a történelmet, ugyanis 2002 Magyarország multik általi leigázásának az egyik csúcséve volt, ha csak az épülő bevásárlóközpontok számát, az ide települő és a magyar gazdaságnak nem feltétlenül csak hasznot hozó multik számát és az ide vonzott tőkét nézzük meg, akkor ez tökéletesen kiderül. De hogyan lehetne elérni azt a pénzügyi stabilitást, amit önnel együtt én is nagyon szeretnék elérni, remélem, hogy e felől nincsen kétsége senkinek. Egyrészt egy olyan termelést támogató adórendszerre lenne szükség, mely egyáltalán nincs átfedésben az úgynevezett egykulcsossal. Ha egy pályakezdő ma itthon akar maradni, és mint említettem, nettóban még lehet, hogy önök miatt kevesebbet is vitt haza január 1-től, mint azt megelőzően, akkor legalábbis egy negatív adószerű vívmányt kéne számára biztosítani, hogyha nem tudja a családi adókedvezményt igénybe venni, mivel mondjuk még nincsen három gyermeke, akkor ezt egy jóváírás formájában eltehesse. Ez egy pár milliárdos tétel lehetne, mégis egy nagyon jó gesztusért üzenet azok számára, akik itthon akarnak maradni. És hogy folytassuk a sort, az idősebbeket sem kellene kiábrándítani. Én megrettenek akkor, amikor azt mondják, hogy a nyugdíjrendszert önök rendbe rakták, vagy egyáltalán elkezdték rendbe rakni. Hát amíg az előregedési folyamatokkal nem tudnak mit kezdeni, amíg a kivándorlás önök alatt folyamatosan gyorsul, mert hogy a KSH statisztikái ezt mutatják, de az orvosok és a rezidensek életszerű példái is ezt mutatják, addig ne beszéljenek nekünk a megoldás elkezdéséről, hiszen egy előregedő társadalom esetében akarják csak a járulékbefizetésekből fedezni a juttatásokat, ami lehetetlen, nem számolnak a cigányság és a roncstársadalom robbanásszerű növekedésével, a rendszer nem tervezhető, a rendszer nem fenntartható, és ma is minden harmadik nyugdíjforintot hitelből, adósságból fizetnek, ne beszéljenek nekünk megoldásokról addig, amíg ezekre a kérdésekre nem tudnak válaszolni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Önök úr tisztelt, az elképedve hallgatom azt, hogy a Fidesz-KDNP szövetség már-bár báványimádó módon hangoztatja azt, hogy igen, tartani tudjuk a 3%-os hiánycélt, csökkentjük az államadósságot. Az a probléma, hogy az önök szavazóit sem ez érdekli, hanem elsősorban az, hogy valóban milyen életlehetőségeik lesznek Magyarországon. Ezzel kapcsolatban pedig legalábbis elriasztó az önök nemzetgazdasági miniszterének tegnapi verbális álmokfutása, ahol is kifejtette, hogy adósságtörlesztés tekintetében szigorú és fegyelmezettebbek leszünk, mint a németek. Matolcsi úrtól idézek, még egyszer mondom. Azt állítja, hogy jelentősen 10%-kal csökkentették az államadósságot, ez minősített hazugság, hiszen az államadósság szintje radikálisan növekedett. Ezt követően pedig a kitörési pontok tekintetében azt mondja, hogy az EU-tól a forrásokat 95%-ban le kellene hívni, hát ilyen talán még a Földön nem volt, és ezeket kellene a kis- és középvállalkozások felé irányítani. Hogyan? Miért? Milyen EU pályázatokat? Majd díszburkolatokat építünk, vagy kutyafitness termet, aminek semmiféle multiplikátor hatása nincsen. Teljesen egyértelmű, hogy magyar költségvetési pénzből a magyar szabályok az itteni igények szerint kellene egy kiszáradt gazdaságot újjáéleszteni, és a saját kitörési pontjainkra, mint például a mezőgazdaságra összpontosítani. De Matolcsi miniszter úr tovább folytatta az álmokfutást azzal, hogy de tárgyalok az MNB elnökével is, minden héten találkozunk, és közösen nézzük át, hogy milyen monetáris eszközök kellett Magyarországra hatni. Ez önmagában nem lenne baj, de tudjuk, hogy az MNB rendszeresen a kormány ellen hat és ellentétes döntéseket hoz azzal, amit önök szeretnének. Végül a legdurvább, a bankszövetséggel szeretne a kormányzat egy olyan megállapodást kötni, melyben az MNB is részt vesz, ennek keretében a bankrendszer segítséget kapna a devizahitelek forintra váltásához. A licenszet nem bánjuk, nagyon szívesen adtuk az ötletet, váltassák végre forintra a devizahitelesek helyzetét, sújtó hitel tömeget, hitel összességet, de ne várjanak a bankszövetségre, könyörgöm, ne várjanak a Magyar Nemzeti Bankra, válasszanak saját utat, és akkor lehet pénzügyi függetlenségről beszélni, addig nem. Köszönöm a figyelmet. Tehát éppen az imént a jegyzőkönyv kedvéért kicsit emelt hangon jegyeztem meg, hogy szégyen, hogy senki nem reagál érdemben, sem a kiváló szakmai érvekre, sem pedig a politikai indítatású vagy világnézeti különbségekből adódó felszólalásainkra. Ez nem vita, ez kabaré, ez bohózat, és amúgy az önök szegénységi bizonyítványa, hiszen mi felkészülünk erre rendesen. Arra sem méltatják a nemzeti ellenzéket, hogy bármilyen formában reagáljanak azokra a felvetésekre, melyek Magyarország sorsát határozzák meg amúgy. De hogy miről
miről is beszélünk, mi van előttünk? Pénzügyi stabilitás címén önök letették a fegyvert. Egy általuk a virtuális térben indított háborúban, ami ugye gazdasági szabadságharc néven futott, lényegében az első évad végén úgy gondolták, hogy a második évad már nem hozza be a kívánt profitot, ezért letették a fegyvert. Az IMF előtt is letették a fegyvert annak tekintetében, hogy engedték azt visszacsomfordálni Magyarországra, a későbbiekben pedig vélhetően alá is írnak vele egy olyan megegyezést, amely Magyarország keretrendszerét egyértelműen szűkíti. Ez nagyon sajnálatos, de nem meglepő, mert sajnos volt már ilyen sokszor Magyarországon. Még az úgynevezett rendszerváltás, tehát a módszer és a gengszterek leváltása előtt is volt már itt az IMF. Az a csapat érintett ebben részben, amelyik most a jobb kezem felől szerencsére hiányzik, legalábbis majdnem teljes egészében, de elmondható az is, hogy nagyon kevés dolog változott azóta a gazdaság alapjait tekintve, hiszen már azóta az IMF diktál, és már a Széll Kálmán tervnek nevezett megszorító csomag legtöbb eleme, az bizony tetten érhető volt, hogy az IMF kvótája alapján került bevezetésre. Most pedig még életben se lépett, de már 2016-ig tolja ki a kormány az alaptörvénynek azon adósság szabályzatát, mely arról beszél, hogy ebben a ciklusban adott esetben az önök érdeke szerint el lehetne térni ettől a nagyon szigorú szabályozástól, de a következő ciklusban már teljes szigorral, szigorúbban, mint az Európai Unió bármely országában, megszorítjuk önnön magunkat, csak azért, hogy a nemzeti megrendelőknek, nemzetközi megrendelőknek a vágyálmai teljesüljenek. És azt is látnunk kell, hogy az a szigorúság, amit előír a kormányzat, sok esetben saját magán nem érvényesül. És most nem akarok itt olcsó példákkal élni, mint hogy kormányzati kommunikációra miért költenek 1 milliárd forintot, miért most kellett a gépjárműparkot 600 millióért tavaly évben cserélni. Nem akarok én erre kitérni, beszéljünk a nagyobb számokról, hiszen azok is önmagában beszédesek. Látható az is, hogy korábban, amikor még 1,5%-os úgynevezett GDP növekedéssel számoltak, és ez alapján finomhangolták a költségvetési számokat is, akkor, amikor itt a parlamentben finoman felvetettük, hogy hát bizony nem olyan biztos az a 1,5%, lehet, hogy az kevesebb lesz, egyrészt nem csak belföldi tényezők befolyásolják, másrészt pedig a kormányzat sem jó sokból áll, és nagyon sok olyan időzített bomba veszélyforrás van a magyar gazdaságban, ami ezt bemódosíthatja. Innen a balszányról megkaptuk akkor is, hogy hát nem értünk ehhez, nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Érdekes módon most már egy 0 és 1% közötti növekedésről beszélnek. A probléma az, hogyha 1,5%-os növekedéssel terveztek egy költségvetést, és aztán ez nullára lemegy, tehát stagnálni fog a gazdaság, és hogy ezen belül a magyar gazdaság hogy szerepel, ez egy másik kérdés, mert a multik húzzák sajnos fölfelé a pénzszivattyújukkal a teljesítményt, akkor a 1,5 és a 0% közötti különbség az egy durván 300 milliárd forint lesz. Ki fogja előteremteni ezt a 300 milliárdot, honnan? Ki fogja betenni a kasszába? Na, ide vezethetők vissza az önök megszorításai, mert maguk sem tudják, hogy az a gazdasági visszaesés, ami azért az időzített bombák miatt előre látható volt, az bizony ilyen kieséseket okozott, és hogy ki fog fizetni, megint csak a magyar emberek sajnálatos módon, ahogy azt megszokhattuk. Látható, hogy az előterjesztésben egy lényegében olyan rendszer található, hogy amennyiben a gazdaságnak jól megy, akkor évente több százalékponttal kellene csökkenteni az eladósodottság fokát, ugye a GDP arányos adósságrátát, ami eleve egy kicsit érdekes szakmai megközelítésből is, hiszen lennének olyan mutatószámok, amelyek a hatékonyságot jobban kifejezik még az eladósodottság tekintetében is. Gazdasági visszaesés akkor viszont adott esetben emelkedhet is az államadósság szintje. Ebben megint csak azért nem látjuk a kitörési pontokat és az utat, mert akkor lenne ennek értelme, hogyha olyan komoly gazdaságösztönző lépéseket tudnának tenni a nehezebb években, amelyek 1-2 év átfutással vitalizálják a gazdaságot, sikeres ágazatokat tudnak felmutatni. Ugyanakkor az elmúlt 1,5 évben önök egyetlen magyar gazdasági ágazat számára sem tudtak nemhogy áttörést hozni, de egyértelmű felfutó pályát sem. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Úgy kellett volna kezdeniük a kormányzást, hogy az úgynevezett szocpolt azonnal visszavezetik. Nagyon sok fiatal családos számára lehetővé teszik azt, hogy bővítsen, ne csak új építésűt vásároljon, de akár használt ingatlant is vásároljon, és ezt olyan költségvetési forrásokkal lássák el, hogy akár 100 000 építőipari magyar vállalkozó és család ezt a rendszert igénybe vehette volna, minősített magyar cégek dolgoztak volna ebben, és elmondható lett volna az, hogy igenis Magyarországon marad az a pénz, ami magyar költségvetési támogatás, így lehetne komoly gazdasági ösztönző lépés sorozatokat tenni. Úgy nem, hogy egy kiszáradt gazdaságban még inkább erőszakkal törlezgetünk, nem lehet, egyszerűen lehetetlen így csinálni.
csinálni. Látható, hogy az egész szűk keresztrendszert, amiről itt beszélünk, azt az eladósodottság nagyon súlyos foka határozza meg. Tehát végre össze kellene szedniük magukat, és elgondolkodni az államadósság újratárgyalásán. Mégpedig azért kéne az államadósság újratárgyalásán elgondolkodni, mert ez nem csak, hogy több tucatnyi országnak már részben vagy egészében sikerült, de bizony egy olyan világgazdasági helyzet van, és egy olyan össztársadalmi szociális katasztrófa, nem csak Magyarországon, de egész Európában, ami az eddig lehetetlennek tekintett módszereket is felszínre hozza. A mai gazdasági szaksajtóban is fellelhető az a cégnév, amelyiknek a kezében a magyar állampapírok államadósság egy részének mintegy ötöde megtalálható. De el tudjuk mondani azt is, hogy melyik az a 6-8 nagy európai pénzintézet vagy működő szövetkezet, amelynek a kezében összpontosulnak azok az állampapírok, amelyekben a tartozásunk testet ölt. Igenis lenne kivel tárgyalóasztalhoz ülni, igenis lenne kitől kicsikarni a kedvezményeket. Tovább megyek, még ha az önök multinacionális megközelítéséből kellene megoldani a problémát, akkor is lehetne találni olyan társaságokat a nemzetközi piacon, akik mondjuk Argentinának segítettek leíratni az adósságát gazdasági eszközökkel, mert senkinek nem érdeke egy államcsőd. Tehát elmondható az, hogy bátorság kéne, férfias viselkedés, összeszedni magukat, tárgyalóasztalhoz ülni, mert igenis van kivel, és a kereteket kell szélesíteni, nem pedig egymást mardunk a szűk keresztrendszeren belül, hogy egy vagy két forintot hova tegyünk, tömjék meg azt a kasszát, mert van pénz Magyarországon, csak kiszivattyúzza a globális háttérhatalom, és ez az, amihez a Jobbik nem akar asszisztálni. Köszönöm a figyelmet. Thank you.